Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Sunday Brunch új évadában. A mai vendégemet úgy mutatom be, ahogy ő jellemezte saját magát. Volt olimpiai úszó, akit bántalmaztak. Most szünetel, és újraépít mindent. Szilágyi Liliánával beszélgetek. Szia Liliana, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy. Találkoztunk mi többször személyesen, illetve én a social media platformokon nagy előszeretettel követlek téged, és személyesen is, illetve online is azt tapasztaltam, hogy te egy nagyon értékes és nagyon mély gondolatokkal rendelkező lány vagy, és hát most így a felkészülés alapján tudtam meg, hogy mi egy idős csajok is vagyunk ráadásul, és észrevettem azt, hogy minden interjúdnál, amikor nyilatkozol, el szoktad mondani, hogy miért szólalsz meg, és miért vállaltad a beszélgetést. Úgyhogy ezzel nyitnám, hogy itt vagy, miért vállaltad ezt most. Én is nagyon köszönöm a meghívást, és igazából az egyetlen ok, amiért én most ezt jelenleg vállaltam, az az, pontosan azért, mert veled fog készülni ez a beszélgetés. Úgyhogy ilyen őszinteségben. Én úgy gondolom, hogy pontosan igen, hogy egy korosztály vagyunk, hogy már ismerjük egymást, hogy egy kicsit lazább beszélgetést tud kikerekedni, mert az elmúlt időszakban azért nem éppen az egyszerű témák voltak előtérben, ami azt gondolom, hogy jól is volt így, de most szeretném egy kicsit a másik oldalamat is megmutatni, hogy igazából én milyen vagyok. Milyen volt ez a nyár? Hát életem nyara volt. Tényleg? Igen, igen. És ez miben nyilvánul meg, hogy életed nyara? Most volt az vagy első... milyen programokban vagy? Igen. A programok is, de most volt életemben az első nyár egyrészt, hogy nem kellett készülnöm valamilyen versenyre, vagy valamire, bármire, sulira. Tehát, hogy nem volt egy feszített tempó, hogy oké, 3 hónapon van, és utána meg vissza kell menni. Vagy hát igazából ugye az elmúlt 10x évem az arról szólt, hogy csak versenyekre készültem, és nem volt nyaram. Ez az egyik, a másik pedig azzal, hogy az év első felében nagyon sok mindent felvállaltam, meg kimondtam, ugye önmagam előtt is, meg így a környezetem előtt is, valahogy olyan érzésem van, és amúgy mai nap is úgy keltem föl, és minden nap úgy kelek föl, hogy így wow, hogy csomó mindent letettem, és hogy így szabadabb vagyok, könnyebb vagyok. Szóval, hogy ez mindenképpen egy ilyen nagyon meghatározó nyár volt, és azért is, mert végre el tudtam menni rengeteg olyan helyre, ami érdekelt, és nem csak úgy, hogy jó, ott vagyok, de hogy egyébként nem tudom megnézni, mert hogy például? Versenyek vannak. Hát például voltam, a Sophie barátnőm Párizsban él, és voltam kint nála egy hetet, és... Most voltál először Párizsban? Igen, hát úgy, hogy tudtam is valamit látni belőle, mert eddig volt már, nem tudom, egy átszállás, repülő... Tehát nyilván versenyek kapcsán utaztál sokat, de úgy, hogy ott, mint Emily Párizsban, csak úgy makaronozni, és sétálgatni, és látni a várost úgy most először. És zseniális volt. Utána voltunk Zsomborral Horvátországban egy 10 napra. Akkor pont írtál is szerintem, csak mi igen. Meg a dugóban ültünk igen. Még az igen, mert pont váltottuk egymást, mert splitben mondom, hogy itt vannak a bogiék Igen. Szóval, hogy ott voltunk, és hát az a mi kis ilyen nyugalomszigetünk, mert direkt olyan helyet választunk. Ez is most már egy ilyen kicsit hagyományszerű, mert ez is már másodjára mentünk oda, és szeretnénk még többször is. Hogy egy nagyon elvont kis szigetem van, Korcsulán, és Korcsulának is egy olyan részén, ahol nagyon kevés ember van. Tehát ami nem a turista központ, hanem és úgy... csak a tenger, és csak az, hogy így egy picit tényleg pihenjünk. Megfotóztok is, gondolom. Meg kreatívoskodunk, mert például csomó olyan este volt ott is, meg ezt most már áthoztuk ide is, hogy van egy hatalmas vízipipánk. Közös pont, mi is szoktunk mindenki persze. És a Zsombor gitározik, és akkor én meg most elkezdtem így énekelgetni, tanulni, mert ez egy nagyon régi álmom. És akkor így vízipipázunk, per gitár, per ének, és akkor beszélgetünk, és akkor így egy nagyon jó kis este kerekedett ott ki, amit mondom, így áthoztunk ide, haza is. Tök érdekes, mert pont abba az irányba szerettem volna terelni a beszélgetést, hogy ugye egyidős csajok vagyunk, és hogy
nagyon más a történetünk, más nehézségeken mentünk keresztül, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg közös pont van. Úgyhogy ezért is írtam össze néhány ilyen kérdést, hogy mondjuk gyerekkorodban mi volt a kedvenc meséd, amit imádtál, amiért rajongtál, vagy volt-e ilyen? Abszolút. Én egészen kiskoromtól kezdve, és azt a mai napig hiszek benne, hogy én egyszer majd valamilyen szempontból hercegnő leszek. Jaj, akkor van közös pont! És ki szóval volt? Nekem Hamu Pipőke volt a nagy favorit. Nekem a víz miatt Ariel. Hát persze, igen, gondolhattam. De egyébként a favorite, az ultimate, szóval akire így felnézek nagyon, mint karakter is, az a Mulan meg a Pocahontas. Igen. Szóval akkor Disney fan vagy. Abszolút, most ez alapján. Teljes mértékben. Azt érzem. Igen. És várj, mivel egy generáció vagyunk, akkor ilyen Hannah Montana meg ilyenek, imádtam. Az neked még imádtam. Ezek a mély bugyraiba most nem megyünk bele. Első tini példakép, mondjuk. Húha! Vagy mennyire voltak ilyen példaképek? Én nem vagyok ilyen nagy példaképes. Vagy rajongó típus se vagy akkor? Rajongó, hát volt egy nagyon erős Zac Efron korszakon. Jaj, Isten! És volt posztered is, vagy annyira? Minden volt. A falra felírtam láthatatlan tollal. Láthatatlan? Mert ugye volt ilyen, hogy láthatatlan, és akkor meg lehetett világítani jövőben. Hogy Zac Efron, és akkor... Tehát akkor High School Musical az nagyon erősen. Nagyon. A zenéket kívülről tudtam, bármikor bekapcsolt, azt én és ilyen dance tutorialt is csináltál? Azt nagyon gáznak tartottam. Azt én az akkor én vagyok. Semmi. Figyelj, első könyv élmény, ami megfogott, ami megszerettette veled az olvasást. Ezt nagyon mondhatsz, nem tudom, többet is, igen, ezt nem tudom, hogy mennyire látszik-e vagy sem, de én egy hatalmas könyvmoly vagyok. Látszik, tehát, hogy, megírsz is róla. Igen, nekem az a helyzet, hogy egészen, amióta, nem is tudom, szerintem suli előtt már tudtam olvasni, és én faltam a könyveket, tehát hogy minden könyv egy külön világot adott, amiből rengeteget tudtam tanulni, és egyébként ez egy ilyen menekülési útvonal is volt, így a saját valóságomból, ugye. Elrepített egy másik, igen, valóságba. És nem tudnék olyan könyvet mondani most jelenleg, amit kiemelnék, mindig az adott könyv. Értem. Most jelenleg, amit most olvasok, az, ami teljesen kikészít. Akkor azt mondd el, hogy az mi? Ez egy japán írótól van, Murakami Haruki. Igen, rettenetesen nagyon fura, elvont, elborult, más dimenziós, meg ilyen mindenféle lélektani dolgot úgy ír le, hogy konkrétan egy-egy mondatán megkönnyezem. De akkor ez kicsit ilyen pszichológiai könyv, vagy egy science fiction, vagy nem tudom, most mindenféle, ugye... mindenféle, nagyon-nagyon összetett. Most jelenleg az 1Q84 című könyvét olvasom, ez egy háromkötetes regénye, és tehát, hogy most már van egy tetoválásom is a könyvvel kapcsolatban, a Sophie Ann Handpoke-ot szokott csinálni, és ő meg fest is, mint mellékesen, és csinált nekem. És mikor készült ez a tetoválás? Ez most badacsonyosan, ja, annyira friss egyébként. Akkor. Ez. És ez volt, igen, akkor rajta a képen, amikor, igen, ott tetoválás. Igen. Igazából most nekem ez a könyv, ez nagyon sokat segít avval kapcsolatban, hogy a fő témája az, hogy semmi sem az, aminek látszik. És hogy ez tökre lényeges szerintem, hogy az ember ne csak azt lássa, meg azt akarja látni, ami így mondjuk elsődlegesen ott van. Hanem, hogy menjen mélyebbre, kérdezzen, legyen nyitott arra, hogy jobban megismerjen dolgokat, embereket, eseményeket, mindent, és merjen megkérdőjelezni mondjuk a saját valóságát is. És ez a könyv, tehát, hogy mindenkinek ajánlom, aki egy picit szeretne elrugaszkodni a valóságtól. Az utolsó kérdés ebben a tematikában, az már nem is annyira a gyerekkorodra vagy tinikorodra, inkább a mostani állapotra vonatkozik, hogy mi a szívügyed? Mi az, ami számodra a szívedhez legközelebb álló téma? Hát nyilván a bántalmazás ellen való kiállás, de talán
egyszerűbb úgy megfogalmazni, hogy nagyon nehezen viselem az igazságtalanságot. Tehát nagyon erős igazság érzetem. Igen, és ez engem nagyon-nagyon motivál, és rengeteg erőt ad, hogyha mondjuk hallok egy történetet, amiben érzékelem, hogy melyik oldal és hogyan jártak el, meg hogy ez az egész mondjuk merre vezetett ki, és hogyha nem megfelelően, nem megfelelő empátiával, megértéssel, hanem rossz indulattal, vagy bármi olyan dologgal, ami így az ego, meg a kompenzálásnak a kiteljesedése, és nem pedig az őszinteségre való, ezt aztán túl bonyolítom, ezt a mondatot. De hogy igen, tehát alapvetően ez az igazságérzet, ami nekem nagy motiváció. Meg akkor a kamut se bírod. Nem bírod, ha valami nem. És ezért, fake. Igen, és ezért is egyébként tudom jól, hogy nem vagyok egy könnyű természet, meg nem vagyok egy ilyen környezetembe belesimuló személyiség sem. Amit én nagyon sokáig egyébként próbáltam levetkőzni, hogy jó, nem, hogy én majd akkor beilleszkedem meg akkor majd elfogadnak meg ilyenek, de most már nem akarok. Milyen karakter voltál a suliban? Hát engem mindig... Igazából több karakter is voltam. Az elején nekem volt egy elég érdekes barátnőm, aki engem nagyon sokat bántott, és el is kellett mennem a suliból. Ilyen jó barátnő egyébként. Igen, egy elég beteg lány volt egyébként, így meglepő módon olyan dolgokat csinált, amit még felnőttől sem annyira hallottam, és pánikbeteg. De hogy lejáratott, kiközösített ezek a hát ilyen, ilyen kis játékok, meg volt más is, de azt majd a könyvben beírom le. És pánikbeteg lettem, és el kellett jönnöm egy másik suliba, és egy keresztény iskolába mentem át, ahol meg egy nagyon jó osztályközösség lett, és ott nagyon jól ki tudtam bontakozni, és igazából így mondjuk utólag azt mondanám, hogy én olyan mindenkivel jóba voltam, típus voltam, de inkább a kicsit rosszabb, mondjuk, tehát, hogy akik rendbontók, azokhoz tartoztam, mert mindig jó tanuló voltam, és ezért így kicsit úgy éreztem, hogy megengedett, hogy kicsit lázadjak. Igen, de próbáltam jó kislány lenni. Ezek voltak most az én gyors kérdéseim, és most szeretném a te kérdéseidet feltenni neked, mert hogy nagyon hosszan írsz az Instagramon, és ez nekem nagyon tetszik. Tehát nem csak annyi van, hogy kiteszel egy képet és hozzá egy hashtag I love summer valami, hanem írsz, és vannak mögötte gondolatok, meg kérdések. És arra gondoltam, hogy ezeket a kérdéseket most így pár hónappal később feltenném neked, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi a válaszod rá, mert ebben a posztban sem válaszoltad meg amúgy igazán. És lehet, hogy nincs is rá még konkrét válasz, még egy úton vagy, az is lehet. Valóban segítettem-e a felszólalásommal a bántalmazás ellen? Hát igen, ez egy hatalmas dilemma, és nagyon sok embert, aki ilyen körökben, meg ilyen tevékenységben mozog, kérdezek erről, hiszen egy maximalista személyiségem van, és tudom jól, hogy nagyon sok mindent elindított a felszólalásom, viszont nyilván folyamatosan azt megkérdőjelezem magamat, hogy de elég-e, hogy tudtam-e úgy segíteni, mert nyilván mondjuk például, mikor január, február, március volt, én az összes üzenetet elolvastam, amit akkor kaptam, ami hát nem túlzok, 1000 fölött volt. Hát gondoltam. És rettenetes, szörnyű történeteket olvastam végig, és mindegyikre megpróbáltam úgy válaszolni, hogy valamiféle megoldást adok vele. De hiszen én 25 évesen úgy, hogy egyedül vagyok, tehát hogy én magamat képviselem, nincsen mondjuk semmilyen olyan végzettségem, nincs olyan mondjuk olyan tapasztalatom, hogy én bementem volna bántalmazottakkal beszélni. Én a saját tapasztalatommal tudok segíteni, és
és sokszor éreztem kevésnek. Tehát, hogy amikor mondjuk egy rendőrségi feljelentéssel keresnek meg, hogy ez történt, és hogy nem jól történt, és hogy mit csináljanak, akkor én annyit tudok csinálni, hogy felkeresek ügyvédeket, hogy ki az, aki mondjuk esetleg ingyen tudja vállalni, mert hogy nem tud kifizetni. Jó, de közben már önmagában az is szerintem egy hatalmas lépés, hogy több ezer üzenetet kapsz, gondolom vannak köztük olyan üzenetek is, akik ezt nem merik senki előtt felvállalni a történetüket, és neked elmondják, és veled megosztják, és szerintem már ez önmagában az, hogy beszélünk róla, hogy van, hogyha már csak egy ember van, akinek segítesz ezzel, az már óriási segítség, nem lehet mindenkinek a problémáját egy személyben megoldani. Tudom, és egyébként oda akartam kiukadni ezzel, hogy így minden üzenetre megpróbáltam válaszolni, és csomószor volt, hogy ilyen este 11-kor még telefonáltam egy vadidegennel, aki segítségemet kérte meg ilyenek. Én olyan szinten kipörgettem, kiégettem magamat egy 3 hónap alatt, hogy visszajöttek a pánikrohamaim, meg a... Magadra vetted mindenkinek igen, a problémát. Teljesen. És akkor hát depressziós is lettem megint, meg minden ilyesmi, és nyilván már sokkal stabilabban kezeltem, meg nagyon jó emberek vannak a környezetemben, de kellett egy határt húznom, hogy én nem tudok mindenkinek segíteni, hanem én azzal tudok a legtöbbet segíteni, ha én beszélek erről. Persze. És teljesen mindegy, hogy ki mit mond, én ezt a témát igenis szeretném képviselni, és igenis szeretném, hogyha megfelelően lenne kezelve, mert azt is látom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, ameddig valójában mondjuk esetleg lesz tere egy gyereknek menni, vagy egy anyának, vagy egy szülőnek valahova, ahol tényleg segítséget kap. Ez egy folyamat, és nyilván igen, tehát hogy tudatilag meg el tudom fogadni, hogy ezzel én sokat segítettem. De hogy van ott az a pici kis szörnyecske, aki meg, de biztos, hogy elég volt? Uh-huh. Mert csomószor van az bennem, hogy így simán feláldoznám magamat az ügy érdekében, ha tudnám, hogy tényleg sikere van, és tényleg megváltok mondjuk több embert. Van most egyébként, vagy amikor ezeket az üzeneteket kaptad, van olyan szakember, akinek a véleményét kikérted, aki segít neked, akár az üzenetek megválaszolásában, vagy a te történeted feldolgozásában? Hát, sajnos nincs annyi, mint amennyit szerintem igényelne ez a téma, sőt, nagyon-nagyon gyerekcipőben jár minden szinten ez a dolog. Ez itthon jár gyerekcipőben, vagy mindenhol gyerekcipőben jár? Szerintem mindenhol, de itthon végképp. Úgyhogy nem egy egyszerű dolog, de így alakulnak azért emberek, meg csapatok, meg így kezd összekötődni így a rendszer. Én amúgy abban hiszek, hogy ez akkor tud igazán jó lenni, hogyha mondjuk nem külön-külön mondjuk alapítványok vannak erre, hanem hogy egy összetett valami van, és mindenki tud kapcsolódni a másikhoz, és egy hatalmas háló alakul ki, ahol mindenki tud valamit mondani és hozzátenni, és akkor tud egy valódi segítség lenni. És akkor ez célod is mondjuk, hogy egy ilyen háló igyekszem, kialakuljon. Igyekszem, de ez egy hosszú idő. Persze. Következő. Igen. Most már megengedett, hogy jól legyek, és akár ezt mutassam is. Igen, ez is egy hatalmas dilemma, mert én úgy nőttem föl, hogy még hogyha sikeres vagy, akkor sem lehetsz boldog, mert az a boldogság az egy elérhetetlen álom. És igazából az elmúlt 6-7 évem is arról szólt, hogy nem annyira engedtem meg magamnak, ezért is maradtam benne az úszásban, pedig már réges-régen tudtam, hogy nem ott van a helyem, hiába látszólag sikerek vannak mögötte vagy benne. Nem tett boldoggá sosem. És plusz az is, hogy igazából ez az egész helyzet, ugye, hogy eljöttem apámtól, meg a húgom ott maradt, nekem ez egy nagy, nagy fájdalompont, hogy ameddig a Gerda ott van, addig én mennyire engedhetem meg magamnak, és ez is egy tök nagy folyamat volt, hogy most már eljutottam odáig, hogy azzal tudok
igazából a legjobb példa lenni, nem csak a húgomnak, meg nem csak a önmagam számára, hanem mindenki számára, és nem csak a bántalmazottak számára, hogyha tudsz egy rossz helyzetből kijönni, és boldog lenni, és nem csak megjátszani a boldogságot, mert azt is próbáltam, és az eléggé látszódott szerintem, hanem hogy őszintén megtalálni azt, hogy hol van az a kiegyensúlyozottságod, és az az örömöd mondjuk a mindennapokban, akkor az a valódi példaérték. Amikor mondjuk posztolsz, vagy írsz, akkor ott van benned az, hogy mondjuk ezt a Gerda olvassa, vagy hogy olvassa? Minden és nap. Hogy igen, neki igen. Mondjuk üzenni igen, ezzel. Igen. Uh-huh. Igen, meg én hát nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve vezetek naplót, uh-huh. És amióta eljöttem így a naplóimat, ezt igazából így neki dedikálom, vagy hogy... De ezt bele is írod az elejére? Tehát ott van, hogy neki, vagy ez csak van te amelyik, tudod, hogy van neki? Amelyikben, igen, de hogyha egyszer úgy alakul, hogy újra találkozunk, és leülünk, akkor azt a kis kötegeket azt így meg fogja kapni, hogy tessék, ez történt velem, így éltem meg, és hát, ha tud neki segíteni. Na, lássuk az utolsót. Ez nyilván egy hosszabb mondatszerkezet volt, de ez a vége, hogy leszek-e bárki, aki értékes? Leszek-e értékes? Hogy ez abból is adódik ez a kérdés, hogy sportolóként az eredmények az, amit úgy érezted, hogy értékessé tehetnek egy embert, és most újra meg kell keresni, hogy az eredmények nélkül mi az, ami értékessé tesz? Hát érdekes, mert ugye igen, az volt a fejemben, meg az van szerintem nagyon sok sportoló fejében, hogy akkor lesz valaki, akkor lesz egy értékes ember, hogyha ő mondjuk nyer valamit. Letesz valamit igen, arra a bizonyos igen, asztalra. Igen, igen. És nagyon érdekes, mert rengeteget gondolkoztam ezen, hogy azért volt, hogy nyertem, volt, hogy voltam azért a világ tetejének a közelében, meg ilyenek, és hogy egy másodpercig nem éreztem értékesebbnek magamat. Csak mindenki környezetemben mondta, hogy most akkor te ez vagy, és akkor felemeltek a piedesztára, és belül meg teljes mértékben üres voltam. És nagyon sokáig pedzegettem ezt magamba, hogy akkor tulajdonképpen mit jelent értékesnek lenni. És a mai világban végképp ugye mindent ki kell tenni, mindent meg kell mutatni, mindent platformra tenni, és hogy én az vagyok, és hogy ez annyira fárasztó, mert hogy amúgy meg az ember szerintem tök üres, aki minél jobban mutatja azt, hogy ő minél milyen. Jobban kifelé mutatja. Igen. Úgyhogy én elkezdtem ezt szépen így befele forgatni, és ezért jött nekem a jóga, a meditáció, uh-huh. meg azért is jött az, hogy most meg kimondom, hogy ha egy beszélgetés nem megy mélyebbre, mint mondjuk az, hogy jaj, milyen szép időnk van, akkor nem érdemes beszélgetni. És figyelj, neked sportolóként mennyire okoztak nehézséget azok a nyilatkozatok, mert mint most arra gondolok, amikor épp kiszállsz a medencéből, és jönnek és felteszik ezeket a borzasztó kérdéseket, a levegőt se kap az ember, és nyilván volt egy-két nyilatkozatod, amit ugye utólag így látunk, meg most már utólag jobban értjük, igen. De hogy az mennyire volt neked nehéz, aki ennyire szeret mélyen megfogalmazni gondolatokat, hogy ott két percben valamit összefoglalni? Hát elsődlegesen én betiltanám a versenyszám utáni közvetlen bármilyen kérdezést, mert hogy amúgy egy versenyző, egy élsportoló, meg amúgy bárki, most nem tudom, egy koncert után is teljes extázisban vagy, és kérdezik, hogy na és hogy vagy, és akkor nem tudom, vagy valamilyen kérdést tesznek fel, nem fogsz tudni úgy válaszolni, mint mondjuk, amikor már lenyugszol, egy kicsit átfut rajtad. Levontad a konklúziót. Igen, igen, meg főleg mondjuk egy versenyszám után, hogyha nem úgy sikerül, és akkor eljátszani, hogy ja igen, igen, hát a felkészülés nem úgy jött ki, és akkor kb. Amúgy szétrobbantanád az egész kameras rendszer, és akkor még stábot. Kérdezi, hogy de szerinted mi lehetett igen, az oka, és hogy akkor nem így, úgy így nagyjából az fut le az agyadban, hogy hát... Ja. És akkor helyette meg ugye egy olyan helyzetbe kell kerülni, hogy sok ezer ember látja azt a pár mondatodat, és hát igen, hát én egy impulzív személyiség vagyok,
és volt nem egyszer, hogy nem úgy jött ki a lépés, vagy úgy jött ki a lépés, de rettenetesen rosszul éreztem magamat, mert mondjuk hazudtam abban, hogy ja igen, igen, hát azért nem sikerült ez az úszás, mert hogy nem tudom, 2 héttel előtte beteg voltam. Nem, azért nem sikerült, mert mentálisan nem voltam ott, és azért, mert mondjuk nem volt egy megfelelő edző körülöttem, vagy egy megfelelő stáb, vagy bármi ilyesmi, ezt nyilván nem mondhatod. Szóval igen, ez nem egy egyszerű műfaj, és bárki, aki egyébként ezt meg tudja csinálni, úgyhogy egy értékelhető nyilatkozata legyen, arra én nagyon felnézek. Bár tudom jól, hogy azok az emberek általában előre begyakorolták azt a pár mondatot, nagyon sokszor, akár egy kommunikációs szakértővel is, hogy mit és hogyan mondjon, ami meg kicsit mesterkélt, és az ugyanúgy nem annyira volt sohasem az ínyemre. Úgy látom, hogy nőként is most kezdesz el úgy igazán kinyílni. Nyilván szerintem ennek az is lehet az oka, hogy azért sportolóként, úszóként, hát eléggé be vannak osztva a mindennapjaid, egyáltalán nincs idő arra, hogy mondjuk reggel egy outfitet próbálgatni, meg sminkelni, ami aztán lejön a vízben, hogy van most olyan üzenet, amit így üzenni szeretnél a külsőddel? Akár a sminkekkel, akár az öltözködéseddel, vagy ez mindig is ott volt benned, csak most kezd el úgy kijönni igazán. Na hát ez egy vicces dolog, mert én az a fajta sportoló voltam, aki úgy ment le néha az úszodába, hogy tűsarkuban és kifestve. Tényleg? Igen, igen, és rettenetesen ki voltam nézve a többi verseny meg csapattársam által, mert hogy minek vagy kiöltözve, én meg így próbáltam azt, hogy de hát én így érzem jól magamat, és hogy én most ezt így akarom megélni, meg ilyenek. Hát nem volt könnyű, most nyilván könnyebb, mert van időm az öltözködéssel, a sminkekkel, a hajjal foglalkozni. Hát a színésznő nagymamámtól elég sokat örököltem ebből, mert nagyon érzékeny vagyok a divatra, meg nagyon szeretem az önkifejezést, és szerintem és ez az ő mondata egyébként, és nagyon szeretem használni, hogy minden, amiben jól érzed magad, az a te divatod, az a te önkifejezésed. És tök mindegy, hogy ki mit mond, az te vagy. És ez nyilván változhat. Tehát, hogy most én nyilván most ilyen visszafogott konszolidált sminkben vagyok, de egyébként ugye ilyen színes, tökös vonalakkal, meg nem tudom, néha virágokat festek magamra, meg csillámok, de egy csomószor fesztivál sminket csinálsz a hétköznapokra, és milyen igazad van, milyen ne lehetne amúgy minden nap fesztivál, amikor azt érzi az ember. Igen, és tökre azt érzem, tökre, milyen szép magyar szó, szóval, hogy nagyon azt érzem, hogy nagyon befolyásolja hangulatomat is, igen, hogy színes vagyok, mert hogyha belenézek a tükörbe, és egy ilyen tök vidám szín van rajtam, akkor jobb kedvem is lesz. Te amúgy fiúslánynak tartod magad? Nem. Mert szerintem nem vagy az. Nem, sose voltam. Tehát te csajos csaj vagy, nem? Igen, és imádok nő lenni, imádom a pici kis apró rejtelmeit és csodáit a nőiességnek, de azt is látom, hogy egy nagyon jó irányba halad a világ, mert amúgy a férfiaknak is sokkal megengedettebb már csomó minden. Akár az érzékenység. Igen, tehát, hogy... igen, és ez egy nagyon jó dolog, mert miért ne lehetne? Tehát, hogy én abszolút nagyon tetszene nekem, hogyha a férfiak magas sarkuba járnának, meg kihúzott cica szemmel, meg ilyenek. Tudom, ez fura, de hogy a... miért ne? Tehát, hogy mi a szabály, ami megmondja, hogy ne? De Zsombornak vannak ilyen ambíciói? Mármint a cica szemre gondolok, meg sminkelés, meg nem, ilyesmi. De van. De és ő mennyire férfias fiú? Tehát, hogy mennyire egészítitek ki így jól egymást ebből a szempontból? Képzeld el, hogy ezt nemrégiben fedeztem föl, hogy ugye nyilván minden lánynak az apja az etalon, így a férfiasságban, és hát mondjuk úgy, hogy nem egy jó példát kaptam a férfiasságra való tekintettel, és én nagyon sokáig úgy kerestem a férfiakat, hogy azt a karakter, tehát, hogy egy nagyon macsó karakter. Igen. Volt egy kis apa komplexusom is, az is lefolyt már.
És nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy akkor férfi egy férfi, hogyha oda csap az asztalra, és rendbe tesz engem, és néha, ha úgy van, akkor akár még elcsattan egy-két pofon is, mert hogy egy nőt igenis lehet verni. Ez az elmúlt években, hála az égnek, nagyon-nagyon sokat változott, mert alapvetően szerintem akkor jó egy kapcsolat, hogyha megengedett ugyanúgy minden. És a Zsomborral ugye egy nagyon régre visszamenő kapcsolódásunk van, és ő kifejezetten az a fajta férfi, aki nagyon megbízható, nagyon-nagyon nagy biztonságot ad nekem, ami nekem nagyon fura, és csomó ideig el akartam tolni magamtól ezt, hogy de hogy miért akarsz nekem biztonságot adni, mit akarsz tőlem, mi a hátsó szándékod. Igen. És közben meg kiderült, hogy nem, ez ő maga. És ő abszolút érzékeny, nagyon sokszor meghatódik dolgokon, nagyon sokszor olyan mély beszélgetéseket kezdeményez, amit mondjuk egy-két barátnőmmel nem tudok. És amikor meg kell, akkor meg ott van mellettem. Mert mondjuk ezt az elmúlt 8 hónapot, ha ő nincs, akkor nem tudom, hogy vészelem át. Te mennyire álmodoztál mondjuk gyerekkorodban arról, hogy feleség legyél? Tehát most nyilván ezt azért is kérdezem, mert hogy azért egy olyan bántalmazó közegben, vagy egy olyan házasságot látva, ami nem feltétlenül helyes, vagy nem feltétlenül jó, az volt benned, hogy én aztán soha nem akarok házasodni, és soha nem akarok ugyanebbe a mintába belecsúszni, vagy megmaradt az a gyermeki álom mondjuk, hogy én ezt szeretném másképp csinálni, és mondjuk szép fehér ruhában az oltár elé állni. Ennek az egyvelegét tudnám mondani, mert én egyébként soha sem álmodoztam arról, hogy majd egyszer feleség leszek. És egyébként, ahogy ismerem meg magamat az évek során, nem is nagyon illik bele a karakterembe ez a nagyon lekötött, nagyon konzervatív dolog. Én egyedül a Zsomborral tudnám egyébként ezt elképzelni, és tudom elképzelni. De hogy ez a klasszikus értelembe véve, hogy férj és feleség, ez nagyon furcsa még a mai napig is. Tehát, hogy a fehér ruha abszolút, ez teljesen akarok esküvőt meg minden, de hogy maga a házasság nem igazán érzem mondjuk célnak. Vagy, értem. Vagy tehát az esküvő az mondjuk úgy tetszik. Igen. De a házasságot azt, hogyha lesz, akkor szoknod kell, és úgy átültetni azokra a keretekre, igen. Ami neked tetszik, így. Meg ami nektek komfortos. Igen. Hát nyilván azt a fajta házasságot azt nem fogom folytatni, amit apáméktól láttam. De ezt egyébként egészen fiatalon tudtam, hogy azt a mintát én meg akarom oldani, fel akarom oldani. Úgyhogy igen. Kadarkai András interjúdban mondtad el, hogy abba hagyod az úszást. Na most azóta eltelt már jó pár hónap, és milyen a viszonyod most az úszással és a vízzel? Tehát, hogyha ti mondjuk nyaraltok, és úszol a tengerben, vagy elmész egy úszodába úszni, nem tudom, hogy ez van-e, akkor az így mit hoz elő, mit érzel tőle? A víz maga, a vízben levés, az egy hatalmas szerelem. Tehát, hogy az kioldhatatlan, az a legnagyobb biztonságot adta és adja a mai napig nekem, és nagyon szükségem is van rá, tehát én a Komjádi mellett lakom nagyjából, és hát sűrűn járok le, meg amikor víz közelbe vagyok, bármilyen hideg vagy meleg, vagy bármilyen idő van, nekem be kell menni. Maga az úszással kapcsolatban van egy kis dühöm még, abban a stádiumában vagyok ennek az elengedésnek, hogy dühös vagyok. Hogy miért nem előbb hagytam abba, hogy miért nem vállaltam föl előbb ezt magamba. De annyira megszoktam, és annyira nagyon mondták nekem, hogy nekem ott a helyem, hogy elhittem én is, miközben
egészen ugye 8 éves koromtól kezdve tudtam, hogy én nem akarok úszni, hanem csak ez az apámnak az agymenése, hogy az ő, nem is tudom, álmait kiegészítsem, vagy megcsináljam. És ezért nincs még jelenleg olyan tiszta kapcsolatom az úszással magával. Tehát, hogy még ez kell folyamatban igen, van. Igen, hogy hol voltam én, hogy mi volt az, amit mondjuk esetleg tényleg elvesztem, mi volt az, ami tehát, hogy ezen még gondolkozom. Jelenleg, amióta kimondtam, hogy abba hagyom, azóta egy darab tempót nem tettem, és nem is vágyom rá, tehát, hogy egyáltalán nem vágyom rá. Lebegni szoktam. Uh-huh. Lebegni és gyógyulni a víz által. Uh-huh. És akkor úgy érzed, hogy akkor gyógyít. Igen. De minden egyes nap annyira boldog vagyok, hogy nem kell soha többé edzenem, lemennem uh-huh. úszni, nem kell semmit csinálnom ezzel kapcsolatban. Záró kérdés, aztán még van pár villám kérdés a végén. Azt mondtad, hogy 10 éven belül könyveket mindenféleképpen szeretnél. Jóga oktató is lettél, ugye? Tehát azt is, igen, vagy még nem folyamatban, sokára. Nem sokára igen. Az leszel. Hogy mik most a tervek? Milyen álmok, célok vannak most az elkövetkezendő időszakra? Hála az égnek vannak, mert nem vagyok annyira kiégve, hogy csak kényszerből akarjak valamit csinálni, hanem elindultak komoly vágyak a szívemben, meg akarat is társul hozzá. A jóga nekem nagyon sokat segített, és szeretnék ezáltal is segíteni embereknek, úgyhogy a jóga az egy nagyon egyenes irányvonalban halad előre. Meditációk, ilyen regenerációs dolgok, akár sportolóknak, akik abba hagyták, azoknak is szeretnék majd tartani ilyen kis rehabilitációs foglalkozásokat, hiszen ugye az élsport azért eléggé ki tudja tolni a testi határokat, uh-huh. és mondjuk én is azért kezdtem el egyébként 2 évvel ezelőtt elsődlegesen jogázni, mert annyira tönkre ment a csípőm, hogy nem tudtam ráállni. És a jóga hozta vissza 3 hónap alatt, úgyhogy teljes mértékben letettem a hitemet és a voksomat mellette. Tehát ez így testileg, lelkileg igen. Téged gyógyít, mondhatom teljes ezt. Teljes mértékben, igen. Mm. Igen. Ugye hát szeretnék írni, már elkezdtem a könyvemet. Ezeket a naplókat sosem publikálnád? Nem. Amit mondasz? Nem. Tehát ez a Gerdának? Ez annyira intim, hogy ez nem fordult meg a fejedbe, hogy hát, ezt kitenni? Igazából nem. De nem csak azért, mert hogy csak a Gerdának, hanem úgy amúgy nem. Nem ez a funkció. Nem. Azokból szépen átemelem a történeteket, meg az érzéseket a könyvembe, de azokat nem akarnám. Szóval igen, elkezdtem a könyvemet, ez azért jó pár év lesz szerintem, amíg elkészül, mert ez egy traumaírás lesz, ami ugye azt jelenti, hogy minden, ami akkor is úgy megéltem, azt kiírom. És hát sikerült egy olyan első fejezetet írnom, ami engem is eléggé kikészített, aha. Úgyhogy most egy pár hónapja nem írok. Tehát akkor ez idő? Igen, és nem is akarok sietni, hanem meg akarom adni a módját, meg az idejét, meg a kimenetelét ennek. Szeretnék egy kicsit aktívabb lenni így a közösségi médiában is, olyan szempontból, hogy el akarok kezdeni ilyen edukációs, hosszabb, akár videókat, akár gondolatokat leírni, hogy konzekvensebben ott tudjak lenni esetleg azoknak, akiknek szüksége van rá. És csomó minden új dolgot most elkezdtem. Elkezdtem ilyen pszichológiai asztrológiát tanulni, mert tanultam pszichológiát előtt, ez egy ilyen nagyon elvont, érdekes módja az önismeretnek. Elkezdtem énekelni, tanulni, ami egy nagyon régi álmom volt, mert alapvetően én kiskoromban színésznőnek és énekesnőnek készültem, és jártam is operaénekesnőhöz tanulni.
Csak ugye aztán az úszás miatt ez abba maradt. De akkor lehet, hogy lesz tőled olyan videó, amiben mondjuk énekelsz? Vagy lát, vagy ez még idő? Lehet, vagy... nem tudom, nagyon. Az éneklés az egyetlen, képzeld el, amitől nagyon zavarban vagyok. Igen? Igen, teljesen zavarban vagyok tőle. Tehát, hogy így nagyjából 3 ember hallott engem valaha énekelni így a tanárokon kívül. Úgyhogy igen, ezen még majd dolgozni kell. Igen. Hát köszönöm. És akkor térjünk rá a beszélgetésünk zárására, a villám kérdésekre. Úgyhogy itt vannak a kérdéseink, és akkor szerintem húz belőle, vagy nem tudom, így legyen. Valahogy így. Vagy hát figyelj. Jó, ezt itt húzzunk. Mi az, amit sokan tévesen gondolnak veled kapcsolatban? Sorolja? Fúha. Hát szerintem nagyon sok mindent. Egyébként, hiszen én azért nem nagyon mutattam meg a személyiségemet. Ugye eddig egy sportoló voltam, aki annyiból volt max mondjuk ismert, mert furán nyilatkozik, vagy mert néha nyer egy verseny. Tehát, hogy de az... akkor teljesen félreértettek téged az emberek, nem? Igen. Hát igen, elég rendesen. Érthető, hogy miért, de... hát nem volt annyira jó érzés, hogy ennyire félre megy az én személyiségem. És most? Most nagyon vigyázok arra, és nagyon még jobban képviselem magamat olyan szempontból, hogy ami bennem van, azt már nem nagyon bújtatom, mert már nincs miért. Most már kimondtam, ami az egész életemet nyomta. És most már egy olyan személyiséggel tudok előállni, amit nem kell szégyelnem, meg nem kell megmagyaráznom. Teljesen önazonos. Igen. Valaki kedvel, akkor téged kedvel, igen. Ha valaki nem kedvel, akkor téged nem. Igen. Jöjjön a következő. Figyelj, most már ezeket végighúzzuk, tehát okay. Most már nézzük meg mindegyiket. Mi a legnagyobb lecke, amit az utóbbi időben kaptál? Jó sok van, abból is. Talán az, hogy ne döntsek semmivel kapcsolatban hirtelen. Aha. Se emberekkel kapcsolatban, se helyzetekkel. De ez az előítéletesség? Vagy nem? Nem az előítéletesség, hanem inkább csak... tehát, hogy... nem is tudom. Hogy mondjuk elképzelek egy eseményt, hogy milyen lesz, hogy elképzelek valakit, hogy milyen lesz, és akkor így óhatatlanul is beleesek abba a hibába, hogy eldöntöm már előre, hogy az hogyan fog alakulni, aha, vagy milyen lesz az az ember. És ezt most a nyáron nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, amire figyeltem, hogy aha, előbb lehet, hogy meg kellett volna kérdezni azt az embert, előbb lehet, hogy vagy lehet, hogy van egy csomó olyan előfeltevés, ami a fejedben létezik, igen, amit te már úgy kreálsz, hogy az biztos, hogy úgy van, és akkor utána a valóságban kiderül, hogy baromira nem. Igen, és amúgy önmagammal kapcsolatban is, mert nagyon sokszor kijelentettem azt, hogy ó, én ilyen vagyok, ó, én olyan vagyok, és aztán meg alakultak a dolgok, és amúgy kiderült, hogy ja, amúgy nem ilyen vagyok. Tehát folyamatosan változunk, igen, igazából. Igen. Tehát. És hogy ez így most a nyárnak a legnagyobb leckéje volt. Következő. Igen. Már csak 3 van. Yeah. Mikor voltál a legboldogabb? Hát most így elsőleg az jutott eszembe, hogy amikor megszületett a húgom. Te nagyon akartál. Nagyon akartam, és olyan volt, mint hogyha egy kis angyal jött volna így az életembe. Igen. De sokszor voltam egyébként boldog. Amilyen pillanatok, gondolom. Igen. De akkor ez jutott elsőre. De ez volt az első, igen. Ja. Következő? Mi a 3 legrosszabb tulajdonságod?
Türelmetlen vagyok. Uh-huh. Nagyon türelmetlen uh-huh. vagyok. Tehát, hogyha akarok valamit, azt azonnal akarom, és ez, hát ez nem így megy azért az életben. Mi a horoszkópod amúgy? Skorpió. Skorpió. Skorpió vagyok, igen. Hát. Szóval az egyik a türelmetlenség. Igen. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon mélyre megyek. Mondjuk egy-egy helyzetben, igen, ami nem kívánná meg. Igen, és rettenetesen ki tudom készíteni magamat, és amúgy a környezetemet is. Tehát, uh-huh. hogy szörnyű, amikor én nem vagyok jól, akkor, de ezt szerencsére már le is kommunikálom, hogy így mindenki menjen el. Nem kell nekem segíteni, majd én megoldom, mert hogyha valaki a környezetemben van, miközben én nem vagyok jól, akkor átadod neki ezt, hát az nagyon, egész energiát. Nagyon, tehát, hogy rettenetesen tudok szenvedni. Aha. Nagyon tudok szenvedni, és hát ez nem annyira jó, ezt is próbálom hangolni. Uh-huh. Nem muszáj még egy, hogyha nem jut a beszédbe. De, van. Van még? Na, igen. hát mondanám a maximalizmus, de azt amúgy szeretem, mert motivál. Inkább azt mondom, hogy sokszor tudok nagyon-nagyon dühös lenni. Értem. És ezt nem szeretem, mert szerintem ez nem én vagyok, hanem csak egy reakció, amit felvettem az évek alatt. Uh-huh. És hát nagyon-nagyon-nagyon pusztító. De ilyenkor mit csinálsz? Hogy oldod meg a dühödet? Hát... Vagy hogy kezeled, igen. Igen, hát nagyon-nagyon csúnyán beszélek. Káromkodsz? Rettentően csúnyán káromkodok, igen, és hangos vagyok. Vagy? Igen, és amikor nagyon dühös vagyok, akkor megtörögzúzok. Aha, tehát, hogy ezt így vezeted le. És ez szerintem nem én vagyok, de ezt még így, nyilván én vagyok, de hogy szerintem ez egy hozott anyag, uh-huh. és ezt nagyon nem szeretem. De akkor ez is gondolom az útnak a része, hogy ez igen. megoldódjon. Igen. Na lássuk az utolsó, a záró kérdést. Ha bárkivel leülhetnél egy kávéra, kit választanál? Ez ilyen jó záró. Igen, jó sorrendben húztad. Igen. Fú, két ember lenne. Az egyik... Nem, amúgy több lenne. Nagyon sok. De várj, akkor maradjunk kettőnél. Jó. Hát az egyik Salvador Dali. Tényleg? Imádom. Tehát, hogy imádom az embert, mindent, amit csinált. Uh-huh. Zseniális, ahogyan a káoszban ő egyébként ott ül a tetején, és tudja jól pontosan, hogy mit csinált. És hát példaképem is ilyen szempontból, tehát hogy azért a jövőben én is szeretnék nem olyan káoszt, mint ő, hanem azért egy ilyen kreatív valamit így magam köré uh-huh. csavarni, és nem akarom, hogy érdekeljen, hogy ki mit szól. Ha nem tetszik, az is egy reakció. Ilyen igaz. Igen. És hát a másik ember az pedig a nagyapám lenne, mert az a baj, hogy amikor ő eltávozott, akkor én pont egy versenyre készültem, és nem engedtek tőle elbúcsúzni. Nem engedtek? Hát a felkészülés nem, igen, miatt? mert hogy akkor nem sikerül úgy a verseny. Nagy hülyeség, de hát 17 voltam, vagy valami ilyesmi, tehát hogy nem voltam azért még olyan idős, hogy elszökjek és elmenjek. És nem tudtam tőle elbúcsúzni, és nagyon különleges kapcsolatunk volt, tehát hogy abszolút érzem a mai napig, hogy velem van, és csomószor segít, de hogy jó lenne, hogyha még egyszer így le tudnánk ülni, és csak így ezzel a fejemmel beszélgetni. Igen, átbeszélni, hogy figyelj, amúgy így, ja, ja, szóval az jó lenne. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon jó volt veled beszélgetni.